Weekend Jazzin Göndör azt írja nekünk, tiszteltem, ma is gigatorlódás az M0-ás déli szakaszán az M1-es irányába, Dunaharasztitól csak lépésben haladunk, 30 perc a menetidő növekedés. Tehát nem a menetidő. Mi az oka? Hát azt nem írta meg a kedves hallgató, azt majd várjuk nagy szeretettel, aki esetleg a szokásos látja, de lehet, hogy csak a szokásos, igen. Na, hát kérdezz, hogy nekem sokáig rejtély volt ez az ügyfélélmény és a bank kapcsolata. Mondvá, hogy akkor megyek bankba, vagy akkor veszek elő egy alkalmazást, akkor fizetni kell, holott abban az élmény, ugye? De aztán az az igazság, hogy nem is a nagy bankokon, hanem inkább a fintekeken keresztül megtapasztaltam, és már tudom, mi az. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy így unblock a bankszektorban. És tudják, mert ugye én voltam kötelező egyeztetésen, erről már esett szó a műsorban, elmondtam, hát ott nem sok ügyfélélményt találtam. Na mindjárt segítségünkre lesz Friss Ádám, a KPMG menedzsere, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Na hát ez tényleg ennyire nehéz ez a megközelítés, az ügyfélélmény a bankoknál, bankolásnál, bankszektorban, ennek a létrehozása? Hogyan lehet egyáltalán ezzel foglalkozni? Hogy lehet ezt létrehozni, javítani? Hogy lehet a fogyasztókat megnyerni? Igen, alapvetően nem egy egyszerű kérdés a bankok számára a megfelelő ügyfélélmény kialakítása. Ugye, amit érdemes látni, hogy szemben egy másik iparággal, a bankoknak 8 olyan érintkezési pontja van az ügyfelekkel, minimum 8, ahol valamilyen ügyfélélmény kialakul. Ugye ilyen a fiók, tehát a bankfiók, a call center, a netbank, mobilbank, az ATM, a website, a közösségi média és a meglévő ügyfelek. Az utóbbi nagyon fontos, ezt nem minden bank és nem minden más iparági szereplő tekinti egyfajta érintkezési pontnak, pedig az. Befolyásolhatja az is valamilyen szinten az ügyfélélményemet, ami nem direktben ér engem, hanem valakitől hallok róla. És ugye minden más érintkezési ponton pedig, amiket említettem, ott pedig alapvetően az ügyfélélmény egy saját tapasztalat. És hogy ez a saját tapasztalat, ez egy banki munkatárshoz kötődik, akitől megfelelő szakértelmet várunk, illetve megfelelő gyorsaságot, és még van számos szempont, vagy a netbankon az átláthatósághoz. Ez ugye mind eltérő jellegű. Tehát egy banknak azzal kell szembenéznie, hogy amikor ügyfélélményről beszélünk, akkor egészen más szempontokat és megközelítési módot kell alkalmaznia az egyes érintkezési pontokon. Én ennek a 8 érintkezési pontnak az azonosításából azt hallom ki, hogy azért ez nem hasraütésszerűen született, hanem ez le lett kutatva. Ugye egy elég méretes kutatást végeztetek a pandémia alatt ez ügyben. Igen, alapvetően 16 ország és kb. 20 ezer bankoló lakossági ügyfél megkérdezésével folyt le az a kutatás, amit a cégcsoport végzett. És alapvetően itt elég, ahogy ezt bárki várhatja, elég komoly változásokra derül fény a pandémiának köszönhetően. Ugye két felé lehet sorolni ezeket a változásokat, bizonyos változások egyszerűen felgyorsultak, amik már korábban elindultak, míg más változásoknál pedig azt lehet látni, hogy egy egészen új irány bontakozott ki. És alapvetően, ami ügyfélélmény specifikus, és egyáltalán bankolás specifikus, hogy hosszú évek megszokott rutinjait borította föl, és hirtelen a bankolás is egy nagyon tudatos napi döntésnek lett a következménye. És azt láthatták a bankok, hogy olyan ügyfelek, akiket korábban be lehetett skatujázni bizonyos paraméterek szerint, egészen másképp viselkednek, és egészen mást várnak el. És mivel az egészről ráerősített a fintecheknek a nyomulása is, ez ugye Magyarországon is az elmúlt egy-két évben kifejezetten erős volt, hogy és ne. Nagyobb mértékű, mint korábban, azzal szembesültek a bankok, hogy a nem megfelelő ügyfélélmény esetén egyik napról a másikra ott hagyja őket adott esetben egy ügyfél, vagy pedig olyan csatornákon is hangot ad az elégedetlenségének, amire megfelelő erőforrás kell alokálni a bankoknak, hogy kezelni tudják, és talán ide kapcsolódik, hogy minden banknak két lépcsős ügyfélélmény biztosításban kell gondolkodnia. Egyfelől az ügyfélélmény megfelelő szintre kell hozni, és addig kevésbé érdemes arra fókuszálni, hogy mit szeretnénk még eladni az ügyfélnek.
Amíg az én bankom ebben már hibázott, mert rengeteg e-mailt küldenek, hogy remek ajánlatuk van, de minden egyes fiókba történő kényszerű betérésemkor idegösszeomlást kapok, tehát kontraproduktívnak érzem ezt a dolgot. Na, akkor azt meg is beszélhetjük, ugye, hogy a helyeket azonosítottuk, ezt a 8 érintkezési pontot, de a mikort, tehát hogy hogy érdemes megszólítani, és mikor az ügyfeleket, hogy ne járjunk úgy, mint András, vagy egyébként... Jó, én nem vagyok egy reprezentatív, tehát én de ezt de az eset, csak... amit mondtál, az igen, az akár lehet az. Alapvetően érdekes kérdés, hogy korábban tulajdonképpen csak az volt a kérdés, hogy amikor megszólítja a bank az ügyfelet, akkor éppen mit ajánl. És itt releváns a kérdésetek, hogy ma már meg egy ideje, kérdés az, hogy hogyan, mikor, hol ajánlok valamit. És abban a pillanatban, hogy az ügyfél valamelyik csatornán valamilyen interakcióba kerül a bankkal, ott viszonylag jól megfogható az, hogy mikor érdemes neki valamit ajánlania, mikor érdemes tőle visszajelzést kérni. És amíg az ügyfél nem boldog, amíg azzal van elfoglalva, hogy ő miért kap 8 e-mailt per nap babaváró hitelről, miközben nincs is párja, akkor itt arra kell érdemes figyelni első körben, hogy az ügyfél élményt hozzuk fel egy megfelelő szintre, és ezt úgy, hogy minél többet kérdezünk, minél inkább az összes érintkezési ponton az adott pillanatban, amikor ez releváns lehet, és ez például nem az, amikor beléptünk a Netbankba, hanem amikor minimum az első ügyet elintézte az ügyfél, és személyesen is, meg az online csatornákon is, az online csatornákon értelemszerűen algoritmusokkal, személyesen pedig az ügyintéző rutinjával, emberismeretével összhangban kell arra, hogy mikor van az a megfelelő pillanat, amikor érdemes az ügyféltől akár visszajelzést kérni, hogy az ügyfél élményét javítsuk, akár valamilyen olyan termékre felhívni a figyelmét, ami úgy gondoljuk, hogy számára releváns. És az is érdekes és újdonság, hogy nem feltétlen arra vágyik az ügyfél, a banki ügyfél, hogy direktben ajánljuk neki az új betétet, az új hitelt, vagy bármilyen terméket, hanem például azt látjuk, hogy van annyi megtakarítása, ami már egy jó szint, és hitelképes, akkor lehet, hogy neki a Netbankban, meg a mobilbankban azt kell megmutatni, hogy a lakásáraknak mi a trendje, mit lát erről a bank, mert indirekt módon lehet, ő is valószínű felismeri azt, hogy van elég pénze kis hitellel, lehet, hogy érdemes lenne befektetni egy lakásba, és a nap végén nem az érdekes, hogy nem a lakáshitelt mutogattuk az ügyfélnek, hanem az, hogy egy olyan információt kapott, ami közvetett módon ösztönzi arra, hogy éljen egy banki termékkel. Igen. Mennyire fontosak ezek a személyre szabott üzenetek banktechnikai szempontból? Ezt úgy értem, hogy eddig ugye dobozos termékek voltak most leegyszerűsítve a helyzetet, és mondjuk a zongorázó heteroszexuális 40-es férfiaknak ajánlottak pénzügyi termékeket. Ha nagyon elmegyünk ebbe a személyre szabott üzenetek, személyre szabott ajánlatok irányába, amit ugye, ahogy hallhattuk, az ügyfelek igényelnek, akkor ezek a termékek megszűnnek? Alapvetően semmilyen termék nem kell, hogy megszűnjön. A termékek egy részét azt érdemes átalakítani, hogy a teljes termékfejlesztési folyamatot. Tehát itt egy fél mondatra elkanyaroznék a kérdéstől. Ez is nagyon fontos, hogy úgy látjuk, hogy a magyar bankszektorban a bankok többsége 5-10 éve körülbelül ugyanoda rakja a termékfejlesztést szervezetileg és működésileg. És ez jelenleg nem feltétlen egy jó irány. Érdemes lenne ezt újra gondolni, részben ügyfélélmény, részben adatalapú működéssel kapcsolatban. Visszatérve a kérdésre, mindenképpen igaz, hogy eddig bizonyos nagyon régóta ismert szempontok szerint lehetett szegmentálni, tehát csoportosítani az ügyfeleket, ami ugye a tekintetben számít, hogy mikor és hol szólítjuk meg, mivel szólítjuk meg, hogyan szólítjuk meg. Ilyen ugye alapvető szempontok a lakhely, életkor, iskolai végzettség, pénzügyi jártasság és márkahűséget mondjuk még érdemes említeni, és ehhez képest olyan új dimenziók vannak az ügyfelek tekintetében, mint hogy életstílus, környezettudatosság, technológiai nyitottság, élethelyzet, etikai hozzáállás. És felmerülhet, szerintem a banki ügyfelek értik, hogy ezek számukra miért szempont. A bankos kollégák nem mindig ismerik azt fel, hogy
neki miért lényeges az, hogy egy ügyfél környezet tudatos vagy sem. És amikor egy bank kommunikál, konkrét lépéseket hoz, és egy ügyfél felé információt nyújt, akkor látnia kell azt, hogy neki kifelé érdemes az erőforrásait égetni. Olyan felé, akinél minél nagyobb esélye van arra, hogy egy magas ügyfél elégedettséget elér, és az értékesítése is több terméken átível, megfelelő profitabilitáshoz, és biztosítja azt, hogy olyan ügyfele van, aki segít neki abban, hogy a jövőbe tekintsen. Világos. Tehát, hogy nem szabad azzal letudni a kérdést, hogy hát ő egy etikus ügyfél, a másik meg nem az. Igenis számít az a bank szempontjából, hogy maga az ügyfél milyen jellegű vállalkozásokkal szeret együtt dolgozni. Világos. Ádám, nagyon köszönjük, hogy belekukkanthattunk ebbe a témába. Jó munkát és szép napot kívánunk neked. Viszont kívánom és köszönöm. Szia. Friss Ádámmal, a KPMG menedzserével beszélgettünk arról, hogy hogyan jelenik meg az ügyfélélmény a bankszektorban. Értem, amit mondott, de nem ezt tapasztalom.